Szélsőségesek, de nem dzsihadisták, akiket a terrorelhárítási központ hétvégén elfogott. A gyanúsítottak többségét még előzetes letartóztatásba sem helyezték. Szabad lábon védekezhetnek. A TEK korábban arról számolt be, hogy 2 embert fegyverekkel, 4 másikat pedig robbanószerekkel kaptak el Budapest határában, sőt egy bombalabort is találtak. A Nemzetbiztonsági Bizottság mai ülése után az ellenzéki politikusok mind gratuláltak a TEK-nek, és azt mondták, hogy nagyon komoly bűncselekményeket sikerült megakadályozni. Nem gondoltuk azt, hogy így fog alakulni az aznap délután. A terrorelhárítási központ főigazgatója az Egyenes beszédben számolt be a hétvégi elfogások részleteiről. A nyomozás érdekeire hivatkozva sok kérdést elhárított, az azonban kiderült, hogy 2 egymástól független ügyről van szó. Szombaton 2 magyar állampolgárt fogtak el, akiknek az autójában éles lőfegyverek és hangtompítók voltak. Mi úgy gondoljuk, összkörülményeket figyelembe véve, hogy valamilyen művelet előtt álltak. Én azt gondolom, az utolsó pillanatban döntött a parancsnok, és jól döntött, még egyszer mondom, az elfogás kapcsán. A 2 gyanúsítottat már korábban is megfigyelte a TEK. Hajdú János elmondása szerint szélsőséges nézeteket vallanak, és elképzelhető, hogy szélsőséges körökhöz tartoztak. Ugyanakkor kizárta, hogy nemzetközi kapcsolataik lennének. Ez egy laboratórium, ahogy a filmekben, kémcsövekkel és minden mással. Vasárnap 4 másik embert is elkapott a TEK. Az ő autójukban robbanóanyagokat és lőszereket, egy házkutatás során pedig egy bombák elkészítésére alkalmas labort is találtak. A főigazgató képeket is mutatott, egy indító szerkezetről, egy csőbombáról és egy robbanóanyaggal töltött poroltóról. Egyáltalán nem biztos, hogy ezt a robbanó szerkezeteket saját maguk szerették volna üzemeltetni. Ezek elképzelhető, hogy megrendelésre gyártottak, az is lehet, hogy ők akarták. A főigazgató azt mondta, hogy itt is felmerülnek a szélsőséges nézetek, ám inkább a gyanúsítottak technikai felkészültsége keltette fel a TEK érdeklődését. Lehetnek ennek hazai politikai szálai? Hát ez egy érdekes kérdés. Várjuk meg a nyomozásnak, ha nem is a végét, de mindenféleképp adjon egy pár napot ebbe, hogy lássunk tisztán. Hogy vannak? Nem tudom, meglátjuk. Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő azt mondta, nem valószínű, hogy terrorizmusról van szó, kivéve ha külföldi megrendelésre készültek a robbanó szerkezetek. Az utóbbi 20 évben ilyen 5-8 évente azért felfelröppentek és lebuktak ilyenfajta bomba laborok, tehát azt kell látni, hogy Kelet-Európában van egyfajta múltja az ilyenfajta bombacsinálásnak, és ezt akár használhatják szervezetbűnözői csoportok, de bizonyos esetben terrorista csoportok is. A TEK vezetői ma a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésén is beszéltek az ügyről. Az ülést követően új részleteket kizárólag a bizottság MSZP-s elnöke mondott. Nem iszlám radikálisokról, nem dzsihadistákról, nem az iszlám állam magyarországi sejtjéről van szó, hanem zavaros ideológiával rendelkező radikális magyarországi személyekről. A többi párt képviselője megdicsérte a TEK-et és az akcióban résztvevő szolgálatokat. Nem nagyítás, nem alaptalan, nem a terrorelhárítási központnak egy PR akciója, egy nagyon komoly ügyről van szó, és egy profi módon kivitelezett elhárításról. Valóban egy reális veszély volt, egy fenyegetés volt, amit időben sikerült az illetékeseknek megállítani, és ezzel Magyarországnak azt gondolom, hogy nagy szolgálatot tettek. Ezzel az akcióval azt gondolom, hogy szolgálták azt a célt, illetve elvégezték azt a feladatot, amire a TEK gyakorlatilag létrejött. Az ügyészség szerint egyelőre egyik esetben sem merült fel a terrorgyanú. A szombaton elfogott 2 embert előzetes letartóztatásba helyezték, és lőfegyverrel való visszaéléssel gyanúsítják őket. A vasárnap elfogott 2 külföldi és 2 magyar állampolgár közül pedig csak az egyik külföldit akarták előzetesbe tenni, de a bíróság ezt sem látta megalapozottnak. Őket robbanóanyaggal és lőszerrel való visszaéléssel gyanúsítják. Egy világháborús relikviagyűjtő társaságról van szó az ügyben, írja közleményében adásunk előtt nem sokkal a fővárosi törvényszék. Az autójuk csomagtartójában az igazoltatásnál talált gránátokat, lőszereket egy Veszprém melletti erdőben fémkereső segítségével találták meg. Elfogásuk előtt 2 nappal azzal a céllal volt náluk a robbanószer, illetve a lőszer, hogy azokat lakásukra szállítsák. Arra azonban nem utal semmi, hogy terrorszervezettel állnának kapcsolatban, áll tehát a közleményben.